Nem túl súlyos? Most nem. Másik kamera van a kezébe. Uh-huh. Hozzászokik. Figyelj! Jó, oké, repül. Ott van, beállítottuk a súlypontot. A fűtartóra tettem. Viszont most, hogy viselkedett, még betettem az órába még 10 g-ot. Úgyhogy ha érünk, akkor segítségből veszek le még. Ezt még innen inkább kiveszem. És aztán majd megpróbáljuk, hogy fog viselkedni megint. Mindenki eleve fura, mert nem vagyok hozzászokva a háromkanálisoshoz. Nekem azért hiányzik a csűrő róla, meg ugye leszálláson az ívelő, főleg, hogyha kézbe akarom lehozni, vagy valami ilyesmi. De oké. Fordulékony kis sebességnél nem akar úgy reagálni, ahogy ezt elvárnám, az igaz. Lehet, hogy még mindig azért, mert kicsit farok nehéz. De azt most nem bírjuk megoldani. Még a batteri most már vége felé van benne. Mindenképp hazaviszük, aztán a következő alkalommal hozzuk ki megint. Nem próbáltam vele percrekordokat dönteni, hűvös van, nem tudom, 6-7 fok lehet, fogalmas nincs, van valami északnyugati szél, fújdogál, de semmi fenntartó ereje nincs neki, úgyhogy
inkább arról szólt, hogy repüljük meg, meg hozzuk ki. Az oka, miért nem még 23 végén jött ki, az a motor beszerzése, az a motor, ami érkezett hozzá, az nem felelt meg. Hogy miért? Mindjárt mutatom. Bögrés megmondta. Figyelj! Legalább egy hónapot lógott fenn a plafonon, azért, mert mérkezett hozzá a motor. Kis koktélmotor, az elmax cucca, mutas közelebbről. Egy nagyon kis pepec, kis teremtmény. Na most mondja hirtelen számot, ugye? 2306, 2400 kb. Az úgy, mint szép és jó. De amíg a lényeg, hozzá a 30 amperos szabályzó, egy hátrahajlóli orkup, légcsavar, ja igen, meg orkup, meg légcsavar, és egy 850-es kétszállás aksi, ami 75C. Mesterék vagyunk, ugye, és nem vasárnap van, pedig általában vasárnap szoktam szívni. Mutatom, mi a lényeg. Koptérmotor. Megvan. Egy kis rögzítés. Egy. Nincs hozzá nagyobb csillag. És ezt még ha le is rajzolom sablonként, és ráviszem, akkor oké, meg tudom, ki tudom fúrni, de úgy jött volna ki, hogy kettő csavar, de csak itt nem belírja. Pont a pont ide mélt volna bele. Szóval nem tudtam sem annyit föl, sem annyit lejjebb tenni, hogy kettő csavar az ne érjen bele ebbe a kis padba vagy mi. Réteg általában. És mi ezt kívülre nem tud ezt rögzíteni, ezt belülről kellett volna megcsavarozni. De hogy a jó? Jámba, már tényleg, nem tudom. Másik dolog, ezt ha mégis oldom valahogy, esetleg, jön az ominózus torkuk. Minden komplet, minden fasza. De ennek kéne rámenni ide. Hát, soha nem fog rámenni ide. Kettő más lehetőség, opció ide nincs. Innentől kezdve ez a párosítás értelmét vesztette. És ha már itt tartunk, akkor már azt is feladtam, hogy ide ezt egyetlen berögzítsem. Úgyhogy koptérmotor egy darab, kinek fogom eladni, vagy mit fog ebből csinálni, fogalmam nincs. Vagy hozzáviszik még háromat, és csinálnak egy kis részront, de ezeket nem kell. Folytatás következik. Az, amit viszont most belekerült, az egy... Ja, hát most már tudsz zoomolni, figyelj, nem kell volna mennem. Az egy 22-12-es 2450 kávé értékű kis motor. Kicsit kilóg az órából, de senkinek sem fáj. Legalább kap elég hideg levegőt. A légcsavar az... Hát most fejben nem mondom meg. 7x6, azt hiszem, és egy 30 amperos szabályzó van benne, és mindjárt elfúj a szél engem is, meg éppen is. Úgyhogy jó. Így repül, ahogy repül, szokni kell. Szokni kell, mert mondom, a súlypont nekem gyanús, hogy onnan lejön 5 gram végéből, és lehet, hogy ide bemegy, vagy még lejön, mindegy, erről majd későbbiekben fogunk beszélni. Jó, a dizájn levegőben, még itt is ára van benne. Ez még tényleg mind a diszkó úgy néz, hogy letakarítani. Szentség itt neki, nem igaz, hogy nem lehet kihozni egy normális üres részre. Szokni kell. Lesz még róla szerintem videó is, meg fotó is. Most ennyi jutott mára. Megyünk haza, meg kívül a sárga leves. Bye-bye.